Tisztelettel köszöntöm a kedves nézőket és hallgatókat. Amit most előadunk, az a Kutatók Éjszakájára készült összeállítás a Szakiban készült hálózatfejlesztésekről. Engem Mannó Sándornak hívnak, itt fejlesztettem körülbelül 40 évig, és ez a bizonyos időszak az 1971-től 91-ig, ez a legaktívabb időszak volt az életemben is, és ráadásul ebben a témakörben is Magyarországon ez egy fontos két évtized volt. A témaválasztásról annyit kell mondani, hogy az intézetben nagyon sok minden fejlesztés történt, és igen csak élen járt sok elektronikai és számítógépes fejlesztésbe, de a mai világban nyilvánvalóvá vált, hogy az infokommunikáció, ami tulajdonképpen a számítógép hálózatoknak a mai neve, az olyan fontos terület, amelyiknek a keletkezése is érdekes lehet, és mivel ebből néhány tárgyi emlékünk megvan, és sok mindent el tudok mondani a születéséről, ami az intézetben történt, ezért választottuk ezt a témát. Az évszám az több szempontból fontos. Az egyik az 1971, az az intézetbe került CDC 3300-as számítógép központnak a kezdete. Innen lehet számítani azt, hogy az intézetnek birtokába került egy olyan számítógép, illetve az akadémia birtokába, ami már a korszerű számítástechnikát lehetővé tette mindenféle alkalmazásba használni. Az 1991-es dátum pedig arra utal, hogy amikor az itteni számítógép hálózati fejlesztések elérték a csúcspontjukat, akkor 1991-ben már mint internet központ működhetett, mert 1991-ben érkezett meg az első hivatalos IP csomag a .hu kiterjesztéssel Magyarországra. A köztel lévő 20 év történetéből próbálok elmondani mindent. A dolgok úgy kezdődtek, hogy valamikor második József a klarisszákat kitette a vári kolostorból, megszüntetvén ezzel ezt a zárdát, nem gondolta, hogy később ez a számítástechnika temploma lesz, mert abban az időben, amikor 71-ben ez a számítógép ide került, ebbe a vári intézménybe helyezték el, és itt volt majdnem 20 évig. Ahhoz, hogy a történetet el tudja mesélni, a kiinduló feltételekről kell beszélni. A kiinduló feltételek között a számítástechnika általános helyzete és Magyarországon lévő változatai érdekesek. Ezen a képen látható a CDC, azaz a Control Data Corporation 6600-as gépe, amelyik 1963-ban készült, és amelyik megverte a technológiailag jobban fejlett IBM számítógépeket, és körülbelül 5 évig, tehát 1969-70-ig ez volt a világ leggyorsabb számítógépe. A tervezője, ő a bizonyos Seymour Cray, aki a későbbi Cray számítógépeknek is az atya volt. Na, tehát ennek a gépnek egy kis öccse, egy CDC 3300-as került ide, amelyiket körülbelül az USA-ban, tehát ez a Cray fejlesztette 61-62 körül. Tehát azt lehet mondani, hogy egy 10 éves késéssel került ide Magyarországra. Ez az ábra azt mutatja, amikor ebbe a vári templomba elhelyezték ezt a berendezést, és az első műveleteket hajtják végre kedves operátorlányok rajta. Na most ez az időszak a számítógépeknél általában még az volt, hogy valóban szentély volt a számítógép, mert keveseknek a
jussa volt az, hogy ehhez hozzáfértek. Pláne egy ilyen méretűhöz, ami hát a mai viszonylatok között már elég csekély, de a maga mintegy 100 000 tranzisztorával azért már elég tekintélyes lehetőségekre adott módot. Ahogy érzékeltessem a különbséget, ez ugyanakkor 1969-ben az Akadémia KFK-i központjába fejlesztett 1100-as gép, amelyik a kisgép kategóriába tartozott, és hát néhány ezer tranzisztort számlál csak, tehát majdnem két nagyságrend különbség volt köztük, és Magyarországon akkor ez volt a legfejlettebb eszköz, amit saját magunk állítottak elő. Tehát innen indultunk, és ebbe az időszakba a számítógépeknek az etetése a zömében ezekkel a lyukkártyákkal és lyukszallagokkal történt, tehát a módszer az volt, hogy valaki megírta a programját, az kiukasztották lyukszallagra vagy lyukkártyára, és azt beadta, és majd az eredményt egy vagy két nap múlva megkapta egy hosszú printer listával. Tehát ez az az időpont, amikor a számítógép még egymagába alkotott egy lehetőséget, és a hozzáférés csak keveseknek volt lehetősége. Ez az egész, amiről most beszélünk, számítógép hálózat, ez a 20 év tulajdonképpen azt tette lehetővé, hogy sokak számára elérhetők lettek ezek a számítógépek, és ennek a vonulatát lehet végigvenni. De ahhoz, hogy ez elérhető legyen, valami módon ki kellett alakítani a számítógépekhez való külső hozzáférést. Ez itt néhány ábra, például, hogy lehetett akkor beszélni a CBC számítógéppel, hát egy villanyírógép segítségével, és ez a villanyírógép nem volt más, mint egy IBM gömbfejes írógép, tehát hiába volt versenyben a CBC és az IBM, neki IBM írógépet kellett használni, mert az volt a legjobb akkor erre a célra. A következő ábrák azok néhány a gép fejlesztéséről és méretéről mondanak dolgot, ennél a képnél meg kell állnunk, mert itt már a 73-as bővítése van, amikor elkezdődött az úgynevezett távadatfeldolgozás, tehát érkeztek ehhez a berendezéshez úgynevezett terminálok, amik már lehetővé tették, hogy nem a gépterem közelébe, hanem akkor akár távolabbról is programokat lehetett elindítani. Ennek az ábrának itt látszik, hogy a papírszallagos eszközök voltak fontosak, itt látszik az, hogy a világ leggyorsabb lyukkártyaolvasó berendezése volt ez, amit itt épp a képen látunk, és itt lehet látni egy kis magyar szegletet, mert ebben az időben a Staki fejlesztése révén létrejött egy a Telex hálózathoz hasonló Datex-nek nevezett adathálózat, amely 200 bit per szekundummal postai szolgáltatásként lehetővé tette, hogy aszinkron terminálok összekössék egymást. És ez a 200 bit per szekundum volt körülbelül 73-ban a magyarországi csúcs adatátviteli sebesség. Mivel az előbb említettem a Krét, aki hát egy fene gyereke volt a számítástechnikának, itt két olyan embert szeretnék mutatni a Stakiból, akik ebben az esetben a mi fene gyerekeink voltak. Az egyik az a Dauerbach Bélának hívják, aki ezt a számítógépet, ezt a CBC 3300-as egyedül vitte lényegébe a vállán. Tehát ő kim volt tanfolyamon, és ugye a CBC-nek nem volt rendes hálózata, szerviz hálózata, és amikor egy gépet leszállított, és a üzemeltetését a helyi emberekre bízta. Na hát ő volt az, aki 20 éven át ezt a berendezést hibátlanul működtette, és
Hát bár autodidakta volt abban az értelemben, hogy nem volt végzett mérnök, de olyan módon elsajátította ennek a gépnek minden csinyát, binyát, hogy valóban ez a vállán vitte. Tehát azért ez is egy különös dolog, hogy ilyen kaliberű emberek voltak a szakiba. Mellette egy másik kép, szintén egy nagyszerű ember volt, van is, él is, hál' Istennek, Almási László, aki ezen a gépen, mint ifjú titán került ide dolgozni, és az a lehetőség, hogy egy ilyen gép közelébe került, ő matematikus végzettségű volt, olyan mértékben elsajátította ennek a gépnek a lehetőségeit, hogy mikor ez a bővítés megtörtént, itt ő fejlesztette ki hozzá azt az interakciós szoftverrendszert, ami a terminálokat kezelte, mielőtt még a CDC-től megérkezett volna az operációs rendszer. Ez itt csak egy példa a méretekre, ez az a diszk, amit használtak ebbe a gépbe, és ami akkor nagyszerű volt, de mindössze 8 megabájtot tudott, akkora volt, mint egy mosógép, és nagyon jól látszik, hogy az összes vezérlő része az tranzisztorokból állt, tehát ez annak a korszaknak a lenyomatát hordja. Ráadásul ezzel kellett nekem legelőször dolgozni. Ahhoz, hogy arról beszéljünk, hogy számítógép hálózat, elsősorban az született meg, hogy milyen kódolással beszélnek egymással a gépek. Tehát annélkül, hogy nem rögzítenék az egymással való beszéd nyelvét, legalább betű szinten, ugye nem létezhet kommunikáció. Tehát itt van egy két táblázat, hogy az amerikai standard kód 63-ban írták le először, és utána itt van mellette a 73-as, csak annyi látszik lényeges különbség a kettő között, hogy az egyikben már szerepelnek a kisbetűk is, és nem csak 6 biten, hanem 7 bites kódok is vannak már benne, és ezen keresztül biztosították a kommunikációt. Na, a kommunikáció akkori első fecskéje, ami belehetővé tette az, hogy távolról használják a gépeket, ez az úgynevezett teletype volt. Ez a teletype, ez igazából a telexnek a nővére, azzal a különbséggel, hogy nem 5 bites kóddal dolgozik, hanem 8 bites kóddal. És teljesen tisztán mechanikus berendezés. Itt van néhány ábra a teljesen mechanikus szerkezetről. A teletype belsejének az egyik lelke az, hogy például a soros kommunikációt egy kódtárcsa segítségével oldotta meg, tehát az egész berendezésben csak elektromágnes van és mechanika, és mégis lehetővé tette azt, hogy lehetett vele adatot közölni, tehát amikor billentyűztek rajta, akkor ment a számítógép felé az adat, lehetett fogadni adatot vele, amikor a számítógép küldte vissza, azt ki tudta nyomtatni, és ki tudta lyukasztani is lyukszallagra a vett információt, az így nézett ki, és a lyukszallagból vissza is tudta küldeni. Tehát, ha úgy tetszik, egy teljes adatközpont volt kihelyezhető, hát néhány apró hibával. Az egyik hiba az, hogy bármit javítani a lyukszallagon csak úgy lehetett, ha újra kiukasztotta az ember. Harmadik hibája az, hogy a sebessége mindössze 110 bit per szekundum volt. Ez a mechanikának köszönhető. De ez volt az első olyan szerkezet, amit ehhez a 1973-ban hoztak, és néhány nagyvárosunkba kihelyeztek. De szerencsére volt ennél jobb is, az pedig ez a bizonyos UT200-as terminál, amelyik már képernyővel rendelkezett,
klaviatúrával, egy igazi nagy nyomtatóval és egy kártyaolvasóval. Ez itt fölül pedig szintén egy teletárgy, csak ez az eredeti amerikai burkába, ami ugyanazokat a szolgáltatásokat tudta, mint az előbb mutatott. És akkor itt egy pillanatra még visszalépünk, itt egy olyan ábra fogadja, hogy az adatátvitelnek, tehát egyik helyről a másik helyre két alapvető módozata volt. Az egyik ez az aszinkron, amelyiknél egyetlen vezetéken a bitek egymás utánját küldik, és az elindulástól kezdve számított, határozott időn belül kellett megérkezzen a bitek sorozata. A másik pedig egy olyan változat, amikor az adatvezeték mellett van egy órajelünk is, és minden órajelhez tartozik egy adat. A kettő között az a lényeges különbség, hogy az egyiknél ezt az egy bájtnyi információt visszük át egyszerre, és legfőjebb egy paritás bittel tudjuk ellenőrizni a sorsát. A másik esetben viszont az adatok folyamatosan érkezhetnek, sokkal hosszabb ideig egyfolytában, mint az aszinkronnál, és ebben az esetben egy hosszabb adatmennyiséget tudunk átküldeni viszonylag gyorsabban, és valamilyen hossz irányú paritással tudják ellenőrizni jobban a teljes tartalom biztonságát. Na, ugye az a teletárgy ezt az aszinkront használja, ez a bizonyos UT200-as pedig már ezt a szinkron átvitelt, ami hát például akkor jó, ha egy teljes képernyő tartalmat akarunk kiküldeni, vagy egy hosszabb nyomtatást is. Na most ez a fajta átvitel, ugye ennél az elsőnél igazából nincs protokoll. Ennél az első esetben küldjük a bájtokat, és alapvetően megérkezik a teletype-ra. Mind a mai napig ugye a TTY-on, a számítógépeken mindenre a konzolra utal, és az aszinkron adatátvitelt mutatja. Amikor pedig ez a szinkron van, ott már ki kellett alakítani valami protokollt. Na most ez az idő, amikor ez az 1971 van, minden nagy számítógép társaság a saját eljárását intézte. Tehát az IBM más volt, mint a CDC. Tehát nem lehetett összekötni őket, tehát mindenki csak a saját hálózatát építette. Na most itt a CDC-nek ez a sajátos távállomása volt, ezek még néhány kép. Itt csak annyit szeretnék megjegyezni, hogy ugye az akkori számítógépnek a keze-lába az igen csökevényes volt, mert például ehhez a géphez egy ilyen méretű plotter tartozott, ez volt az egyetlen grafikus kimenete, ami egy golyós tollal tudott ábrákat rajzolni. Már sok mindent lehetett ezzel csinálni, például nyomtatott áramkör tervezésre is használták, csak amikor a piros oldalt rajzolta az ember, akkor piros golyós tollat tettek bele, amikor a kék oldalt ki kellett cserélni a golyós tollat, s úgy került bele. Tehát volt már valami grafikus kezdemény, de elég csökevényes. Az alatta lévő ábra azért érdekes a sztati szempontjából, mert ebben az időben úgy 73 körül a sztatiba Csaba László, aki ennek az egész történetnek egy potentátja volt, ő diplomamunkaként vagy doktori munkaként egy modemet hozott létre, amely 2400 bittel, de egy nagyon jó, korszerű kódolással tudott telefonvonalon adatot átvinni. Hát képzeljük el, ez az a világ volt, amikor az analóg telefon az volt a hálózatok csodája. Tehát ugye ez kiépült rendszer a világba, és akkor megpróbálták, hogy a digitális adatot valahogy átszuszakolni az analóg telefonvonalon. Hát erre használták a modemeket, mert ugye az egyik oldalon megmodulálták, és a digitális információból valami kvartyogást készült, ez a kvartyogás átjutott a telefonon, és a másik felén ebből megpróbálták visszaállítani a digitális adatot.
Hát ezek voltak a modemek, és abban az időben az, hogy a telefonvonalon 2400 bit per szekundumot átvittünk, az nem volt rossz. Tehát itt kapcsolódott a Stucky másodszorra az adatátvitelbe. Na most egy kis kiugró abból a célból, hogy beszéltünk itt termináról, meg képernyőről, mert ugye ezt megelőzően csak a mechanikus teleták nyomtató, vagy a CDC-nek a kihelyezett nyomtatója volt az, ami megjelenített adatokat, de ha abba gondolunk bele, hogy egy képernyőnek mennyi az információ tartalma, akkor az itt látható, és az a szomorú kép adódik, hogy egy egyszerű TV állókép, amit használtunk akkor azért már 70-es években bőven, és ami valami nagy információ mennyiséget jelentett, az másfél megabájtnyi adat. Na most ebben az időben 73 körül memóriába nem állt rendelkezésre, a kisebb számítógépeknél, amit Magyarországon is csináltak, 64 kilobájt volt a memória. Tehát látszik ebből az, hogy igazából az, hogy mi egy tévéképet, mint ami manapság megszokás, mert ugye a mobilunkon is lényegében az van, de szóba se jöhetett, hogy olyan megjelenítők legyenek, amelyek egyenértékűek a tévében. Tehát mindenféle trükköket találtak ki. Az egyik trükk az az alfanumerikus display, hogy jó, megjelenítjük egy képernyőn, de csak betűket tudunk megjeleníteni. Ez lényegesen kevesebb, ez körülbelül 2 kilobájtnyi információt kíván, és ebben a videóton elég nagy volt, sőt ezzel alapozta meg az egész gyártás alapját, mert körülbelül 73-74-75 körül fejlesztették ki ezt az ominózus VT340-et, ami azért ominózus, mert körülbelül 300.000 forint volt az ára, amikor az én fizetésem, mint fejlesztőmérnök 2000 forint. Tehát ilyen mértékben volt elérhetetlen tulajdonképpen, és amikor a CDC körül itt szaladgáltunk, és milyen jó lett volna oda tenni terminálként ilyeneket, hát elképzelhetetlen volt. Ez nagyon jó volt a videótonnak, mert akkor felfele ment a számítástechnika, és megalapozta ezzel a bevétellel a lehetőségét a továbbiakra, de hát bizony elég nehéz volt hozzájutni. Annyi köze van ennek a Stuckyhoz, hogy egy időben az eredeti videótonban diódamátrixos volt a kódolás, és a Stuckyba akkor már ezek az e-promok és a hozzávaló fejlesztések megvoltak, és ennek a második változatnak a klaviatúra kódolása és a karakter kódolása a Stuckyba készült el, tehát ezzel is ebben a projektben is valamelyest részt vettük. Na most az előbb említett memória éhség, az persze nyugaton is így volt, tehát ezzel nem csak mi voltunk így, hiszen a hozzánk kerülő úgynevezett nagy CDC is csak 256 kilószavas volt, tehát őnek is se volt annyi memóriája, hogy képet megjelenítsen, és ezért kint is a grafikus fejlesztés az abba az irányba ment, hogy úgynevezett vektor diszpléket fejlesztettek, amiből itt lehet látni kettőt, illetve a rajzolatát, ami abból áll, hogy a végpontokat tárolták csak, és közte a vonalat pedig a képernyőn saját maga húzta analóg elektronika. Tehát ezek a vektor diszplék, ezek terjedtek el, mert ezeknek a memória igénye sokkal kisebb volt. Na és itt kapcsolódik be a fejlesztésekbe megint a Stucky, hogy a GB71 nevezetű berendezést a Stuckyba fejlesztették ki a 70-es években, aminek a akkor beszerezhető és kapcsolatok révén sikerre vitt nagy angol képcsőre oldották meg ezt a kirajzolást. Az egyik tervezője az Váradi Tamás látható itt a gépen, és ebből az következett, hogy létrejött Kelet-Európában egész biztosan élenjáró, de megfelelt tulajdonképpen még Nyugat-Európában is
egy olyan saját fejlesztésű grafikus diszplét, amelyik lehetőséget biztosított arra, hogy gépészeti rajzokat meg lehessen rajzolni, és aztán a számítógépen feldolgozni. Na most ez a gép persze nem él meg számítógép nélkül, és ez a grafikus display lényegében vagy a TPA-70, amit már akkor a KFK-i fejlesztett tovább, vagy pedig a Videoton által fejlesztett R10-es számítógépet használta arra, hogy a koordinátákat ciklikusan felvegye, amivel ki tudta rajzolni a ábrát. Itt látható egy összeállítás, amelyiken van maga ez az óriási képernyő, mellette egy alfanumerikus éppenséggel Videoton display, és mellette a TPA-70, meg egy diszk háttértároló, ez alkotott így egy grafikus rendszert és terminált. És mivel ebben számítógép is volt, ez a KFK-i TPA gép, ez ugye alkalmat adott arra, hogy más, nagyobb számítógéphez lehetett kapcsolni. Tehát amikor kialakították a Statiba ezt a grafikus diszplét, akkor az első kézenfekvő dolog az volt, hogy megcsinálják a csatolást a Vári számítógéphez. És ugye mivel a Vári számítógép az előbb említett CDC UT200 terminál protokoll tudta, hát ebbe a gépbe is implementálták a Lábadi Bertalan, meg most nem tudom elsorolni, de ő volt a főmester ebbe a kommunikációs illesztésbe, és úgy működött, hogy lent a Kende utcában volt ez a berendezés, összekötve a Várival, és például lent terveztek egy nyomtatott áramkört, akkor a Vári szoftver az kiigazította, majd a végén az ottani plotteren adott esetben kirajzolták a végét. De ez persze ennél sokkal bonyolultabb gépészeti feladatok ellátására is alkalmas volt. Na most 74 az a időpont, amikor hirtelen technológiai váltás volt lehetséges Magyarországon. Tehát ugye a TPA 70/25, amit az előbb említettünk és használtunk, az már integrált áramkörökből épült. Ugye az elején mondtam, hogy mind a CDC, még a 6600-as is tranzisztorokból állt, külön diszkrét elemekből. Ennek itt a példája ez a két kártya, ezen 8 tranzisztor van, ezen is körülbelül, ilyenekből épült fel, és került annyi bele, hogy a 6600-asban már olyan 200-300 000 tranzisztor végezte a dolgát. És ha már ezt mutatom, akkor ezt is meg kell mutatni, hogy ez ugyanakkor volt az IBM-nek a technológiája, már hibrid áramkörök voltak, és ebbe 4-5 tranzisztor volt egy ilyen kis tokba, és mégis a CDC nyerte meg abba az időben a versenyt, mert ez a Seymour Cray jobban tudta, hogy hogy kell a sok tranzisztorból összeállítani gépet. Tehát ez egy örök verseny, hogy a technológia mit tud előállítani, de nem minden, mert attól függ, hogy hogy szervezzük, és abba időnként a zsenialitás ugyanannyit ér. Na most itt ez az ábra azt mutatja, hogy a nagyon nagy lépés az tulajdonképpen ott rögzíthető, hogy míg a korábbi esetekben, tehát úgy 73 előtt zömébe csak ferit memória és tranzisztoros áramkörök tették lehetővé a számítástechnikát, akkor 66-tól már az integrált áramkörök kezdtek terjedni, de 74-ben megjelent a mikroprocesszor. Ez egy óriási lépés, mert egy jól definiált processzor elem ilyen 40 lábú kisméretbe állt elő, és még azt is lehet mondani rá, hogy itt van ez az ő gépkönyve. Tehát ebben az esetben jött az, hogy egy 40 lábú kis apró vacaknak a leírása az könyv alakban sokkal nagyobb, mint ő maga. Tehát ebben a könyvben volt leírva az, ami ez a gép.
Korábban egy ilyen könyvvel a teremnyi számítógép rendszert lehetett leírni. És most meg megfordult a helyzet, hogy a leírás lett nagyobb, mint maga az eszköz. És hát még egyet meg kell említeni, hogy bár a számítógépek embargósak voltak ugye abban az időben, meg a grafikus diszplét, tehát minden nagy berendezés, de azt megakadályozni épp dolgokkal, hogy ilyen kis berendezések, mint a mikroprocesszor bekerüljön szocialista országokba, hát ezt nem lehetett. Úgyhogy ebben az időben, így a 70-es évek közepén Magyarországon is megvolt az a lehetőség, hogy mikroprocesszorokkal végezzenek fejlesztést. Itt föl van sorolva az Intelnek néhány fontos lépése, többek között ugye itt van a 80-80, hogy 1974-ben, de itt van egy másik nagyon fontos, hogy 75-ben megjelent a 21-16-os 16 kilobites dinamikus RAM. Na most ez a 16 kilobites dinamikus RAM, ez már kezdett lehetőséget adni arra, hogy olyan mennyiségű adatot tároljunk félvezetőn, ami akár egy grafikus diszplé használatához is elég. És nem beszélve tehát a számítógépek tár lehetőségeiről. Na ekkor kezdtünk el ott a Vári központban egy mikroszámítógépes rendszert felépíteni, aminek ez volt az első darabja. Azért érdekes ez, mert ugye egyrészt használja az Intel 8080-as első ipari processzort, amihez hát persze hozzájuthattunk, néhány kiegészíti áramkörét, de van egy különleges része is, mivel ezt a Vári szoftveresek akarták használni, akik a CDC mellett nőttek fel, és a CDC-nek volt egy nagyon kényelmes címzési rendszere. És hát ahhoz, hogy ezek a szoftveresek szívesen dolgozzanak vele, a 8080 a szűkös címzését azt szerették volna javítani. És így ide került egy úgynevezett index regiszter, amely a relokációt megkönnyítette a szoftvereseknek, és bármelyik kész programot a memória bármelyik részébe elhelyezték, annélkül, hogy minden címzést át kellett volna írni. Na ebből a kártyarendszerből, aminek volt külön memóriakártyája, adatátviteli kártyája, épült fel egy úgynevezett MS-200-as, amit csak itt a könyvben és fényképen tudok mutatni, ami egy multiprocesszoros rendszer volt, ezekből a kártyákból elég sokat felhasználva, volt úgy, hogy 6-8 processzora volt, és mindegyik processzor valamilyen protokollt tudott. Tehát például volt, amelyik rá tudott menni a CDC aszinkron vonalára, és kapcsolatot teremteni, volt olyan, amelyik rá tudott lépni, és az UT200-as protokollt, és volt olyan, ami el tudta játszani az IBM-nek a BSC protokollját. És ebből a multiprocesszoros rendszerből tulajdonképpen egy olyan kapcsológép állt elő, amivel a különböző és akkor már egyre több gép között ezzel kapcsolatot lehetett teremteni. Tehát kvázi már egy központi szerepet tudott betölteni, és az akadémia első számítógépes üzemelő hálózatába ezek a szekrények működtek először. A maradék eszközökből sajnos ilyen gépünk nincsen, de itt például lehet látni egy olyan berendezést, ami a vonali analizátor szerepét tette, ugyanis amikor az emberek egy rendszert illesztenek, a legtöbb baj akkor van, hogy összekötjük egy vezetékkel, és nem lehet eldönteni, hogy kirontott el valamit. Na ilyenkor van szerepe a vonali analizátornak, rálépve meg lehet nézni, hogy pontosan ki mit mondott, és a másik mit válaszolt rá, és rá lehet jönni, hogy hát hoppá, pont elrontottuk a paritást, és ezért ez nem ment. Na ezért ez maradt ebből a berendezésből, illetve egy nagyon fontos fejleménye volt, hasonló méretű kártya, ami hát ugye
ez sok mindent visel magán, mert ugye a Várba kezdtük az Intel 8080-nal, és a CDC index regiszterét tettük rá, de a kártya méretét ezt a kelet-európai ESR mintából szedte, tehát ennek a mérete egy úgynevezett ESR kártya, és erre az ESR kártyára még egy fontos eszközbe szükség volt. Ugye a intézményesített szoftverlopás Kelet-Európában az úgy történt, hogy az ESR rendszer az nem volt más, mint az IBM 360-as családnak a lekoppintása és az összes szoftverének a működtetése ilyen körülmények között. De hát ez már igaz volt a PDP 1001-re is, mert ugye egy működtető szoftvert szintén elég könnyű átcsempészni a világon. Egy lyukszallag kötek, vagy egy lyukkártya kötek, nem beszélve később egy memória kötekbe, az egész elvihető. És az ESR rendszer az tulajdonképpen megegyezett nagyjából az IBM-mel. És egy jó olyan processzort, ami a kommunikációval tud foglalkozni, egy gyors csatornára kellett csatlakoztatni. És Martos Balázs kollégánk volt az, aki ezzel a mikroprogramozott eszközzel, amiben persze hát az integrált áramkör a 2900-as család, az a ma is jó nevű AMD-től származik, és az AMD 2900-as mikroprogramozható családjából építettünk fel sok mindent, és ez elég gyors volt ahhoz, hogy ezeknek az IBM ESR gépeknek a csatornáit kezelje. Tehát itt látható egy csatorna szimulátor, ami egy igen vastag kábellel csatlakozott a géphez, és ezek a kártyák, amiket itt mutogattam, kezelték. Tehát végül is ennek az MS700-nak volt olyan változata, amelyiket rá lehetett csatornára kötni, és onnan tudta szolgáltatni a soros adatátvitelt a terminálok felé. Itt még néhány ilyen berendezés látható, meg itt volt egy újság, amiből az az érdekesség, hogy ez a CDC számítóközpont 76-ban sikeres kapcsolatot létesített a bécsi Cyber vagy 6600-as számítógéppel, és megvalósított egy nemzetközi kapcsolatot. A nemzetközi kapcsolat ugye fontos volt, mert viszonylag eléggé elszigetelten éltünk a vasfüggöny mögött, de ez az összeköttetés sok mindenre lehetőséget adott, hogy például Magyarországon a CDC számítóközpontban leadott program le tudott futni a Bécsin, és az ottani kapacitást ki tudta használni. Tehát ezek voltak 1976-ban az első nemzetközi tapogatások. Na most egy ilyen kártya készlet persze sok mindenre adott alkalmat, arra is, hogy egy kis számítógépet építsünk belőle, kvázi a termináloknak azt a változatát, hogy intelligens legyen, összerakjuk. Itt látható ebből a kártyából ez a hat kártya képvisel egy komplett kis számítógépet, és ebből a Stakiba fejlesztettünk ki itt ebbe az épületbe egy Variter nevű dolgot, amit sajnos szintén nem őriztünk meg egy terminált, amelyiknek a föllentem az interneten, hogy a Miskolci Egyetem könyvtára annyira becsbe tartja, mert az volt az első berendezése, hogy egy szép nagy üvegkalitkát állította ki neki, és ez a Stakiba gyártott UT200-as protokollt ismerő berendezés került oda, tehát nem kellett a CDC-től azt az elavult régebbi változatot megvenni, mert már nem is gyártotta, hanem tudtunk saját fejlesztésbe kitenni. Tehát ez az első kommunikációs sorozatunk, ez az MS700 berendezés, igen sok mindent tudott, sőt, már azt is tudta, amit majd később mutatok, a HDLC nevű protokollt. Ugyanis ha az előbb beszéltünk az aszinkronról, meg a szinkronról,
és a szinkronnál elmondhattam, hogy az egyedi volt mindenkinél, a HDLC protokoll az pedig olyan, hogy nemzetközi szabványba sikerült mindenki által nagyjából elfogadni. Hát nagyjából, mert az IBM is persze egy kicsit különcködött, de azért a vége az lett, hogy egyforma lett. És még egy fontos tulajdonsága van, hogy ez a kód mezőbe, a belső részbe teljesen transzparens. Tehát bármilyen adatsort lehet leadni, mert bizonyos flaggekkel védve van. Akkor most előre szaladok, mert az valahol itt van. Tehát itt van ennek az ábrája. Ez a HDLC, amikor a bizonyos flaggek közé beszorítják az adattartalmat, és ez az adattartalom kezdődik egy címmel, folytatódik az adattartalommal, és a leglényegesebb a végén egy CRC-vel, tehát egy ciklikus redundancia kóddal, és ez 16 bites, és ez a belső, akár néhány kilobájtnyi információnak az integritását védi. Ez egy óriási dolog volt, mert ettől kezdve transzparensen lehetett adatátvitelt biztosítani, és egy cím és egy ellenőrzés is tartozott. Persze aztán egymás után ebbe az adatrészbe beágyazódtak protokollok szerint különböző lépések, de ez a bizonyos HDLC teremtette meg az univerzális számítógép hálózati lehetőséget. Na és ebben még ebbe az MS-700-ba is sikerült megvalósítani, hogy ezt a HDLC tudja kezelni. Na most a HDLC az két dolognak az alapja, vagy háromnak, a X25-ös, X75-ös európai szabványú adathálózatoknak, az internet protokollban lévő csomagoknak, és az Etherneten szaladó csomagok is ezzel a struktúrával vannak. Tehát amikor tovább léptek már az egyszerű aszinkron felől, ez a bizonyos, ezt úgy is hívják, hogy csomag, tehát a csomag kapcsolás lépett előtérbe, amiben a szakinak szintén sok eredménye volt. A visszatérve csak ide erre a korábbi képeinkre, ugye mi itt csináltunk ezen a vidéken alfanumerikus terminált, hogy számítógéphez lehessen hozzáférni, a Kedne utcában pedig az előbbi GB71-nek a folytatásaként elkészült, most már mikroprocesszor alapon, pontosan Intel 8080 használatával, és ugyancsak az AMD-nek a 2900-as mikroprogramozható chipjeivel a GD80-as rendszer, amelyik már önálló volt, tehát nem kellett egy számítógéphez, egy TPA-hoz kötni, hanem saját számítógépe volt az előbb említett elemekből felépítve. Ez a GD80-nak egy kisebb változata, ami még fellelhető a Kende utcában, viszont ez egy különleges építmény. Ez volt a GD80-nak a grafikus processzora. Ez ugyancsak, tehát ez volt, amit fölépült a 8080-ból meg az AMD-s mikroprocesszorok, mikroprogramozható mikroprocesszorokból, és ez a mai grafikus processzoroknak bőven az elődjének tekinthető. Tehát ebben csúcsosodott ki a Statinak az alaphardware fejlesztési technológiája. Tehát ez egy olyan csúcs teljesítmény volt, amiben sok olyan ember dolgozott, aki a mikroprogram segítségével olyan mértékben hozta össze ezt a berendezést, hogy valóban az akkori időben ez világszínvonalú volt. El is felejtettem mondani, hogy még a GD71 is olyan sikeres volt, hogy ez a CDC rendszer megvásárolt belőle kettőt Amerikában. Ez se sok berendezéssel fordult elő. Na most a grafikus display fejlesztése közben készült el, bár egy még újabb technológiával, egy úgynevezett LAN box.
ez a lambox itt látható, amelyiknek az volt a lényege, hogy a Stuckey-nak kifejlesztette a lokál hálózatát. Ez a lokál hálózat megint az előbb említett HDLC alapon, és egy coax kábel segítségével meg tudta oldani az intézmény lokális hálózatának a kiépítését. Ez bár szintén Z80-nal működött, de újabb nyomtatott áramköri technológiával, nem ilyen kis lapokra, hanem egy jóval nagyobb méretre építették meg, és egy elég jól bevált technológia lett. Ebbe az intézetbe ez építette ki a hálózatot, és az itt látható általuk fejlesztett, de a BEAB-ba gyártott Sister számítógép, személyi számítógép, ez képezte a Stuckey-ban az irodai rendszert, mert minden irodában volt egy ilyen számítógép, ami szövegszerkeszteni tudott, és rá volt kötve a lokál hálózatra, és tulajdonképpen nagyobb számítógépeket is el tudott érni. A rendszer igen jól működött, és miközben nálunk ebbe az épületbe ez az MS-200 szerkezet fejlődött, mint nagy területű hálózat, a Kende utcában meg a lokál hálózat. Egyszer csak sikerült ezt a két társaságot összehozni, és ebből jött létre egy nagyon hasznos, szinergikus fejlesztés. Méghozzá ez a fejlesztés csúcspontja, ez a bizonyos shockbox. Ugye a nagy területű hálózatok eltolódtak abba az irányba, hogy az országban mindenféle helyen számítógépek vannak, de sokkal több van, ember van, aki szeretné őket használni, és ebből az született, hogy az akadémián különösen hozzá akartak férni ezekhez az erőforrásokhoz, és szükség lett volna egy olyan adatközpontra, ami biztosítja a gépek elérését. Akkoriban az embargó miatt ilyen központot kintről nem lehetett beszerezni, és magyar fejlesztés, meg hát itt voltak a kezdeményezés. És akkor történt az, hogy körülbelül 84 körül kialakult egy olyan rendszer, ami úgy nézett ki, hogy lehetőséget ad arra, hogy majd ezt a központot megépítsük. Ennek az elemei sorba itt láthatók. Ugye jobb technológiával elkészült a lambox, de igazából annak lehetett egy olyan változatot csinálni, amit úgy hívtunk, hogy Xbox. Ez az Xbox sok mindent átmentett ebből az MS rendszerből, és úgy oldotta meg a feladatot, hogy ebbe az egy dobozba körülbelül 10 szinkron vonalat össze lehetett kötni, és egy 10 szinkron vonalas kapcsológép lett. Tehát ez már ezt a bizonyos HDLC-t és X25-öt tudta, azon a technológia alapon, amiből a lambox, a lokális hálózati eszköz született. Na most kellett létrehozni egy X25-ös központot, és ennek az volt az alapja, hogy egy ilyen Xboxot, meg egy olyan lambboxot párhuzamos módon összekötünk, aminek itt lehet látni a maradék emeletét, és ha ezt így összekötöttük, akkor ez a bizonyos X25 kapcsológép fölfűzhető egy lokális hálózatra. És így született meg ez a shockbox, amelyiknél lehet látni, hogy itt vannak a koaxos csatlakozások, a szélén pedig van 10-10 szinkron vonali csatlakozás, ami persze szintén a HDLC-t tudta, és a coax kábelen ebből föl lehetett fűzni sok darabot. Ez egy emelete, ami meg is maradt, és itt lehet látni a 16 egységből álló kapcsológépet, ami 128 darab X25-ös vonalat tudott összekötni, és emiatt létrehozta ezt az adatközpontot. Ez körülbelül 87-re lett kész,
és az embargó még mindig tartott, és attól kezdve 91-ig ez a posta a Városház utcai épületében működött, és tette lehetővé azt, hogy az akadémiának olyan számítógép hálózata legyen, amire majd később az embargó felszabadulása után 91-ben a nemzetközi hálózatra kerüljön. Tehát ez a bizonyos berendezés, ez annyira fontos eszköz volt, és persze nem sokan bíztak benne, hogy ezt meg lehet csinálni, de végül is a Sztaki ezt megoldotta, és ebbe ezek a nagyszerű emberek, akik ennek a munkáit végezték. Úgyhogy ez a berendezés, ez működött 4 évig, és ahhoz, hogy az akadémián ez a hálózat elterjedjen, ugye X25-től tudó végberendezésekre volt szükség. Az pedig tulajdonképpen itt van a születése, mert ebből a bizonyos Xboxból, ami itt készült a Sztakiba, találtunk egy kapcsolatot a telefongyárit, és a telefongyárnak egy meglévő modem házába kellett ezt az egészet betechnologizálni. Tehát itt az látható, hogy egy következő lépés az, amikor egy fejlesztési darabot egy gyártóhoz telepítettünk el, és ez a telepítés sikeres volt, majd elkezdték gyártani ezeket a TPS-1 nevű dobozokat. A TPS-1 nevű doboz tehát egy 10-vonalas kapcsológép, amelyik a végpontokra elhelyezve tudta az ottani aszinkron vagy szinkron eszközöket csatolni, és így egy olyan elemű hálózat lépett életbe, ami legalább egy olyan 800 végponti alkalmazást tett lehetővé, és ezzel tudta megépíteni az akadémia hálózatát. Igen ám, de ehhez már akkor itt volt egy nagy IBM gép, ami a levelező rendszernek a magját képezte, és azt pedig megint csak ezzel a bizonyos csatorna csatolással, de most már ide beleépítettünk egy újabb X25-ös verziót, és ennek következtében a nagy IBM gép csatolható volt az X25 hálózatra, a kapcsoló központon keresztül az akadémiai felhasználók mind elérték ezt az IBM gépet, meg még több egyéb gépre is volt lehetőség. Na most a gyakorlati alkalmazásról azt lehet mondani, hogy amikor 91-ben ugye már az embargó megszűnt, de még nálunk ez az X25 hálózat a saját berkekbe épült, ezen a két berendezésen keresztül, illetve hát egy hasonlón keresztül az akkori IP csomagok első darabjai ezen a felületen érkeztek. Tehát az X25-ös magyar hálózat volt a hordozója az 1991-ben megérkezett első IP csomagnak. A dobozok sorsáról még annyit lehet tudni, hogy ugye a telefongyárat azt privatizálták és megszűnt gyártani, és akkor számunkra volt a lehetőség, hogy ugyanezt a dobozt egy kicsit technologizáljuk, és csináltuk ezt a H-Boxnak nevezett X25-ös kapcsológépet, amelyik végül is az OTP-be érte el a legnagyobb darabszámot, mert minden fiókba szükség volt egy, a pénzkiadók és a posztterminálok, meg az Olivetti gépek kezeléséhez, hogy biztosítsa az X25-öt számukra. Még egy erről lehet beszélni, hogy az IBUS-nak is volt egy hálózati rendszere, az is ezeken a berendezéseken készült. Tehát ha végig vesszük a fejlesztett eszközeink, ez is mutatja ez az ábra, azt az állapotot, amikor az X25-ös hálózat fölött már az IP csomagok mentek, és ezeknek ez az alsó berendezés volt az egyik ilyen átviteli eszköze, hogy az egyik lábán IP forgalom volt, a másik lábán már X25. Úgyhogy ezzel lényegében ez az IBM gépet mutatja, ez az ábra,
91-ig létrejött a magyar X25-ös hálózat, amely olyan előnyöket biztosított 91-be, hogy zökkenőmentesen lehetett áttérni a ma is használt IP rendszerekre. Úgyhogy nagyjából ez volt ennek a rövid ismertetése, és köszönöm a figyelmüket!